Sziasztok! 2023. október 4-e van, hajnali 3 óra 20. Indulunk eszembe a társasjáték kiállításra. Tartsatok velünk! 6 óra van, most szállunk fel a gépre. Izgi! Már le is szálltunk, 8:30 van, úgyhogy most valahogy be kell jutnunk majd a városba, úgyhogy keresünk egy vonatot. Nagyon kell pisilnem, dudá, dudá! Nagyon kell most pisilnem, dudá, dudá, déj! Már a vonaton ülünk, úgyhogy reméljük, hogy ez jó irányba visz, majd még jelentkezem, hogy odaértünk-e. Másfél órával és 2 vonattal később megérkeztünk, úgyhogy végül is jó vonatra szálltunk, most megkeressük a szállodát. Megvan a hotel, bejártuk a várost, tudjuk, hogy hol a helyszín, úgyhogy indulhat a holnap. És már reggel is van, úgyhogy lassan indulunk a kiállításra. Na meg is érkeztem, mindjárt kezdődik a rendezvény. Én most metróval jöttem, és iszonyatosan jó érzés volt. Rengeteg rendőr, rengeteg forgalomirányító vigyáztak az emberekre, nem engedték, hogy túl sokan legyünk a metrón. Úgyhogy, és tök jó érzés volt egy csomó olyan emberrel utazni, akik szintén szeretik a társasjátékokat. És ugye, már most tök jó érzés, pedig még nem is láttam egy játékot sem, úgyhogy mindjárt bemegyek. Eltelt a nap fele, már 3 társasjátékot kipróbáltunk, megmutatom, miben kaptam ki egymás után 2-szer. Nagyon szép ez a játék, ez az Orion Duel, de 2-szer nagyon csúnyán kikaptam benne, úgyhogy megyünk is tovább. Vége az első napnak, szállingoznak haza az emberek, fantasztikus élmény volt, rengeteg társas, rengeteg ember, tök jó hangulat. Vettünk is társasokat, nyertem is egyet, úgyhogy most megyünk vissza a szállodába, kipróbáljuk őket. Kezdődik a második nap, már megreggeliztünk, és most a Judit beletüsszentett ebbe a videóba. Éppen ebédelünk, eltelt már a napból 2 óra, ma sokkal többen vannak, mint tegnap. Konkrét tervvel érkeztünk, tegnap ugye csak nézelődtünk, de ma célirányosan megyünk. Eddig semmi nem jött össze a tervből, de nem adjuk föl, úgyhogy a lányok is üdvözletüket küldik mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt! Ez most már a harmadik nap. Tegnapi nap egy rohanás volt, úgyhogy nem csináltunk sok videót, de jelentem, vettem egy kártyajátékot és egy munkás lehelyezőset, és azt is el kell mondanom, hogy bár a Judit tegnap ugye tüsszentett, de nincs komoly baja, úgyhogy nem lett beteg. Ez a harmadik és egyben az utolsó napunk itt Essenben. Most viszonylag hamar ide értem, úgyhogy kb. A sor elején vagyok. Remélem, hogy meg tudom venni azt a 4 társas játékot, amit még kinéztem magamnak, úgyhogy drukkoljatok, hogy odaérjek és nehogy elfogjon. Még várunk, hogy beengedjenek minket. Mutatok egy kis képet a gyülekező tömegről. Ahogy mondtam, még kevesen vannak, mert hamar ide értem. Vége a mai napnak, visszaértünk a szállodába, gyakorlatilag mindent sikerült megvennem, amit szerettem volna, úgyhogy most már gyakorlatilag pakolunk, készülődünk, mert 9 órát fogunk eltölteni a kölni reptéren, mert csak így tudunk eljutni Essenből Kölnbe, hogy ilyen éjfél körül odaérünk, és 9-kor indul a gépünk. Vagy ez, vagy reggel 7-kor tudtunk volna innen elindulni, amivel nem értük volna el a gépet, úgyhogy egy csodálatos 9 órát fogunk eltölteni a reptéren. Azt elfelejtettem mondani, hogy gyakorlatilag már mindent elpakoltam, úgyhogy ezért nem tudom most megmutatni, hogy miket vettem, de hogyha hazaértem, akkor feltétlenül megmutatok mindent. Megérkeztünk a reptérre, hajnali 00:30 van, röpke 9 óra, és már megy is a gépünk. 13:30 múlt, eltelt egy óra, egy csomó minden történt, ittunk vizet, meg ennyi. Jelentem, 15:30 van, a gépünket még ki sem írták, meg sem jelent a táblán, és hogy véletlenül se tudjunk aludni, ilyen hatalmas gépekkel takarítanak körülöttünk. A pad hideg, kényelmetlen, úgyhogy ha igazából nem takarítanának, akkor se tudnánk aludni. Már csak 5:30 óra. 19:30 van, egy 40 percet sikerült aludnom. Már feladtuk a csomagjainkat, átjöttünk a security check-en, úgyhogy most már csak 2 óra és indul a repülő. És egy nagyon rövid 9 órás várakozás után megérkezett a gépünk. A gépünk természetesen egy órát késett, de sikeresen hazaértem, kipakoltam. Elmondhatatlanul fáradt vagyok, nagyon boldog, és ugye még ígértem egy videót, hogy megmutatom, hogy miket vettem. Összesen 10 játékot vettem, ezeket látjátok most. Jó nehéz volt a csomag.
De hazaértem, úgyhogy most már csak ki kell őket majd próbálni. Végezetül még annyit elmondanék, hogy remélem látszott a videókból, hogy nagyon jól éreztem magam, úgyhogy összességében ez a kis kirándulás, ez majdnem olyan jó volt, mint hogyha Jókaitól elolvastam volna az Aranyembert. Hajrá! Sziasztok!